Környezetünk védelméért tábor, utolsó simítások a Talentum óvodában, útfelújítás a vátszalókon, új parkolók kerülnek kialakításra. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. augusztus 30-án 18 óra 5 perckor. A Zöldfa úti óvodában András Nyitbornéval arról beszélgettünk, mit is takar az egy hét a környezetünk védelméért tábor. A tábor azoknak a nagycsoportos gyerekeknek szerveződik, akik biztonságosan tudnak kerékpározni és szeretik a természetet, fokozottan érdeklődnek iránta. A kerékpározás a központi elfoglaltságunk, minden napra betervezünk két alkalommal a kerékpározást, a délelőtti órákban és a délutáni órákban is, viszont nagyon nagy hangsúlyt fordítunk arra, hogy a túrákat mindig 10 óra előtt valósítsuk meg. A táborban 5 óvodapedagógus vesz részt, 2 dajka és diákmunkás gyerekek is segítik a munkát. A kerékpározás során a természeti értékeinket fedezik fel, majd a megszerzett élményeket feldolgozzák. A kerékpározás során a természeti értékeinket fedezzük fel, ami a lakóhelyünk természeti értékeit képezi, utána a tábor helyszínén pedig a megszerzett élményeket dolgozzuk fel. Nagyon sok érzékenyítő játékot játszunk, hogy megtapasztalják, hogy az állatok, az élőlények hogyan érzékelik a körülöttük lévő világot, hogyan szereznek táplálékot maguknak. Az a lényeg, hogy ők is érzékenyebbek legyenek, megtanuljanak a természetre figyelni, és így tudnak minél több ismeretet szerezni, és ezáltal pozitív élményeken keresztül szeretik meg a természetet. Nagyon sok érzékenyítő játékot játszanak, hogy megtapasztalják, az élőlények hogyan érzékelik a körülöttük lévő világot, hogy ők is érzékenyebbek legyenek, megtanuljanak a természetre figyelni. Első alkalommal az óda környékét fedeztük fel, jobban mondva délelőtt megfigyeltük, hogy a gyerekek milyen biztonságosan tudnak kerékpározni, kerékpáros vetélkedőt szerveztünk, utána a közeli erdőbe mentünk el, és megfigyeltük, megnéztük, megtekintettük a földbe vájt kunyhót, mint épített természeti értékünket, ez nagyon nagy élmény volt a gyermekek számára. A második napon az erdőt, mint élőhelyet fedeztük fel, rettentően élvezték a gyerekek, illetve egy farmon voltunk, ahol lámát, háziállatokat tekintettek meg, és a természet lágyulében fogyasztjuk el a 10 órait, ez újdonság számukra. Most jöttünk haza a lombkorona sétányból, ami hatalmas élmény volt a gyerekeknek, megfigyelték a madarakat, az erdő növényvilágát, megfigyelték hogy a napsugarait hogyan takarják el a fák, a lombok, hogy milyen nehezen szűrődik be oda a fény, és védbe vagyunk. Tehát ez is egy hatalmas élmény volt. Délután pedig az Akácsliget fürdőbe látogatunk el sportrendezvényre, ahol különböző sportágakkal ismerkedünk meg a gyerekekkel. Holnapra terveztünk a Hortobágyi Nemzeti Park területére egy kirándulást, ahol a puszta növény és állatvilágát figyeljük meg, és amikor visszatérünk, akkor egy méhész tart számunkra bemutatót. Ugye nagyon fontos a méhek, a beporzóknak a védelme, ezt szeretnénk a gyerekeknek bemutatni. Utolsó nap pedig a vadászházba fogunk ellátogatni, az lesz a programunk záró része, és oda természetismereti játékokat szervezünk, ahol a gyerekekkel majd felelevenítjük a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat, és ne felejtsük el, hogy vizes játékokat is terveztünk egy-egy délutánra a nagy hőségre való tekintettel, illetve hogy vizsgálódásokat végezzünk. Újfalusi Sándor természetvédelmi őr is járt az óvodában, mert kis kuvik fiókákat találtak. Tegnap volt egy fantasztikus élményünk, találtunk egy kis kuvikot, egy kuvik fiókát, és a gyerekekkel tanakodtunk, hogy mi a teendőnk, hogyha egy ilyen kis fiókával találkozunk, hogy mit lehet tenni. Ugye ez nagyon jó probléma szituáció volt számukra, és közösen kerestük a megoldást, és ugye a megoldásunk az volt, hogy a természetvédelmi őrismerősünket felhívtuk, és ő javasolta, hogy ne a madárkórházat, hanem az egyik kollégáját hívjuk fel, az Újfalusi Sándort, aki kijött az óvodánkba, megtekintette a kis kubik fiókát, és elmondta a gyerekeknek, hogy mivel nem sérült, ezért ahol körülbelül lehetett a fészkelőhely, oda helyezik vissza, és a mamája majd megtalálja. Úgyhogy nagyon sok új információt szereztek a gyerekek,
és a spontán adódó helyzeteket kihasználjuk, élünk vele, és így látják, hogy a problémákat meg tudjuk oldani. Vannak hozzá kapcsolataink, ismerőseink, akik segítenek a természetet védeni és óvni, és hogy milyen fontos szerepünk van ebben nekünk is. Úgyhogy az alapokat itt megismerhetik a gyerekek. A szülőknek este sokat mesélnek a gyerekek a tábornapjairól is. Egy zárt csoportban megosztják velük a napi élményeket. Ez segíti, hogy azt felelevenítsék gyermekeikkel. Nagy tiszteletű Koncz Tibor Esperessel arról beszélgettünk, hogyan zajlott a Talentum református óvoda beruházása, milyen forrásból valósult meg, hány csoportot tömörít magába, és milyen elképzelések vannak az óvoda jövőjét tekintve. Ahogyan az Esperes elmondta, a beruházás egy országos programnak a része. A református óvodáknak a fejlesztése volt a kormány és a református egyház közös elképzelése. Így országosan összesen 66 helyszínen történik fejlesztés, ebből a Tiszántúli 23 református óvodából egy Karcagon készül el, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tagintézményeként. A református óvodáknak a fejlesztése volt a kormány és a református egyház közös elképzelése. Összesen országosan 66 helyszínen történik fejlesztés, ebből vagyunk a Tiszántúli 23-ból egy pont. Nagyságrendileg olyan 450 milliós beruházásról beszélünk. Ez jelen esetben három csoportnak a beintegrálását jelenti az óvoda számára. Kis óvodásaink, tehát három csoport van, fogják majd elfoglalni és belakni ezt a területet, ami régen a Fehér Holló szálloda volt, hogy a tulajdonostól ezt megvásároltuk, ezt az ingatlant, és ennek az átalakítása zajlik még most is. Az átadás, átvétel az ezen a héten történik meg, és bár nyilván vannak utómunkálatok, de a szakhatósági engedélyeket ezen a héten fogjuk megszerezni. Szeptember 1-től szeretnénk belakni, ha Jóisten kegyelmes lesz hozzánk, és az időjárás nem fog lényegesen megváltozni, akkor minden külső és belső feladatot el tudunk végezni. A három csoport, amit mi úgy megálmodtunk még az elinduláskor, az várakozáson fölül áll, ahogyan kihasználták a jelentkezésekkel a kedves szülők a lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy 86 kis óvodásunkkal indulunk. Természetesen 6 óvodapedagógussal, természetesen a dajkákkal, természetesen az adminisztrációs személyzettel. Azt azért tudni kell, hogy ez az óvoda, ez az általános iskolánknak a tagintézménye lesz, tehát szervezetileg egységben lesz az általános iskolával. Így, hogyha én jól számolom, akkor olyan 530 gyerek lesz a iskola és óvoda keretén belül, és egy olyan majdnem 40 pedagógusunk lesz összességében, és akkor ehhez még jön hozzá a két középiskola, és azt hiszem, hogy így lehet érzékelni, hogy a nagyságrendeket. Köszönjük még egyszer ezt az érdeklődést, és jó a kérdés, jogos a kérdés. A következő feladat, nyilván az igényeket figyelembe véve van azért hely, és mi szeretnénk minimum 5 csoportossá, de lehet, hogy 6 csoportos lesz a vége, fölbővíteni az óvodát. Természetesen egyeztetünk majd az önkormányzattal, mert nem szeretnénk az önkormányzati óvodákat semmilyen szinten károsítani, de hogyha az igények megvannak, akkor erre meg nekünk reagálni kell. A Talentum református óvoda ünnepélyes átadójára várhatóan szeptember 10-én pénteken kerül majd sor, ahol az egyházkerület püspöke is jelen lesz. A Magyar Falu program támogatásával 478 millió forint értékben újult meg a Fegyverneket Tiszafüreddel összekötő út. Közel 4 kilométeres szakaszon legutóbb 1981-ben végeztek felújítási munkálatokat. Hosszú-hosszú évek óta nem volt olyan fejlesztés a térségben az úthálózatot érintően, mint az utóbbi 2-3 esztendőben. Én rendkívül örülök ennek a Magyar Falu programnak, és köszönet a kormánynak a programért, köszönet képviselő úrnak a lobby tevékenységért, köszönet elnök úrnak, alelnök úrnak a megye támogató magatartásáért, hiszen mindannyian fölismerték azt, hogy mi itt a Bátszalókon
két főútvonal keresztező, nem kereszteződésében ez így rossz szó, két főútvonaltól egy picit távol, a 34-es és a 33-as között elhelyezkedve, hát nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a gazdaságunk úgy lendüljön föl, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy autópálya vagy egy főútvonal mellé sokkal gyakrabban kerülnek vállalkozások, települ, ipar, mint egy olyan településre, ahová egy főútvonalról be kell menni. De viszont a Vátszalók rendkívüli értékekkel bír, hiszen magában a térségben is jelentős turisztikai forgalmat bonyolít le, és nem utolsó sorban nem csak a Vátszalóknak, hanem maga a tiszatavi térségnek óriási jelentőséggel bír az, hogyha körbejárható a Tiszató, vagy pedig a két főútvonal között egy olyan átmenő szakasz létesül, amelyen nagyon könnyen meg lehet közelíteni a településünket is. Ez nem csak a hozzánk járó vendégek számára nagyon fontos, hanem a helyben élők számára is rendkívül fontos. A települések megközelíthetősége folyamatosan romlott, egyre balesetveszélyesebb lett. Idei évben mi is 12 milliárd forint értékű felújítási munkát tervezünk elvégezni a megye 1330 km hosszúságú úthálózatán. Most pedig engedjék meg, hogy az átadásra kerülő útszakaszok adatait ismertessem. A Magyar Falu program keretében hazai forrásból 607 millió forint értékben felújításra került a 3216-os jelű összekötő út összesen 3,6 km hosszúságú szakasza. Társaságunk az útszakasz szélein alapréteget, míg a teljes pályaszélességben új kötő és kopóréteget építetett be. A teljes hosszon új stabilizált patka került kialakításra. A közlekedés biztonság javítása érdekében új kereszttáblák lettek kihelyezve, valamint új burkolatjel került felfestésre. A ma átadott 3,5 kilométeres útszakaszon több mint 22 000 négyzetméter aszfaltot terítettek le a 170 napos kivitelezés során. A most átadott útszakasz része annak a fejlesztési sorozatnak, ami az elmúlt években megindult, hiszen tavaly előtt és még ebbe az évben több útszakaszt is át fogunk adni. Olyan tempóban újulnak meg a közintézmények, az intézmények, az önkormányzati telephelyek, a vállalkozások itt a vidéki térségben is, amelyre nem volt példa az elmúlt évtizedekben. Én azt gondolom, hogy ezek a felújítások, ezek a megújítások folytatódni fognak, és fel fog zárkózni a vidék Magyarországa is az Európai Uniós átlaghoz, és bízom benne, hogy néhány éven, évtizeden belül meg is fogjuk azt előzni. Jelentősen enyhíthetnek városunk parkolási gondjain az új parkolóhelyek. Milyen munkálatok megkezdésére került sor a György István Katolikus Általános Iskola mellett? Üdvözlöm a televízió nézőket. Valóban több munkálat is zajlik, nem csak ezen a területen, hanem a város több pontján is, hiszen zajlanak az útfelújítások, és további közlekedésbiztonsági fejlesztések is várhatóak, illetve zajlanak jelenleg is a városban. Ugye ilyen a kerékpárútnak az építése, amely azt gondolom, hogy a kerékpáros biztonságos közlekedését fogja majd szolgálni, illetve azok a frekventált helyeken, ahol további parkolóépítésre van szükség, hiszen látjuk, hogy az elmúlt néhány évben többszörösére nőtt a gépjármű forgalom a városban. Nagyjából azt tudom elmondani, hogy 3-4 év alatt másfélszeresére nőtt a gépjármű létszám, tehát közel 6000 működőképes forgalomban lévő autó van jelenleg Karcagon, és hát nyilván ezeket az autókat használják is. A parkolás viszont úgy láttuk már az előző években is, és jelenleg is, hogy problémát okoz bizonyos időszakokban. Ez ugye főleg az iskolakezdés környékén, tehát a reggeli órákban, illetve az iskola végeztével, tehát ez a 3-5 óra közötti időszakban. Több oktatási intézmény is van a városközpontban, ezért mindenképpen szükséges a parkoló létszám fejlesztése. Jelenleg ilyen parkoló épül itt mellettünk a múzeum oldalában, illetve a Varró utcán is további parkolófejlesztés, a Forint utcán további parkolófejlesztés várható. Illetve amikor elkészültek ezek a parkolók, elkészül majd a kerékpárút végleges átadásra kerül, akkor fogjuk látni azt, hogy hol szükséges még további parkolók építésére. Az biztos, hogy például a katolikus templom környékén várhatóan kell fejleszteni a parkolási lehetőséget, a piac környékén fejleszteni kell a parkolási
lehetőségeket, illetve várhatóan a Táncsics körúton, tehát az óvodák környékén, a buszpályaudvar környékén mindenképpen szükséges lesz majd valami fajta beavatkozás. Hogy ez közlekedés technikailag mit fog jelenteni, azt majd nyilván a szakemberek fogják megvizsgálni, hiszen erre létrehoztunk egy bizottságot. Tehát, hogy úgy tudjuk megoldani, hogy építünk parkolót, esetleg úgy tudjuk megoldani, hogy egyirányosítunk utakat egymással párhuzamosan, gondolok itt például a Szabó József, vagy a mögöttem látható József Attila útra is, ezt majd nyilván a szakemberek fogják megmondani, de mindenképpen szükséges, azt gondolom, egyrészt a forgalom miatt, másrészt pedig azért, hogy biztonságban tudhassuk. Nyilván egyrészt önmagunkat, másrészt pedig elsősorban gyermekeinket. Beszéltünk az elkészültéről, mikorra várható és milyen forrásból valósul meg? A jelenlegi parkolóépítés saját forrásból valósul meg, hiszen a költségvetésünkben erre különítettünk el már évelején a költségvetés elfogadásakor is pénzösszegeket. A további fejlesztések elsősorban pályázati forrásból fognak megvalósulni, amelyre jelenleg biztató jelek mutatkoznak, hogy találunk és lesz rá forrás. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!